Magyar himnusz címmel nyílt kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotóművészek munkáiból kiállítás a Szegedi Dom látogatóközpontban. 86 alkotó, közel 100 alkotása látható a tárlaton. Festőművészek, grafikusok, keramikusok, népi iparművészek, szobrászművészek, textilművészek, tűzzománcművészek, építészek, fotóművészek és divattervezők munkái. A kiállítás egy pályázati felhívás eredménye, amelyet Józsa Judit kerámia szobrász, művészettörténész hirdetett meg a Józsa Judit Művészeti Alapítványon keresztül. A magyar himnusz 200. évfordulóját ünnepeltük a tavalyi évben, és tekintve, hogy az MMA ösztöndíjasaként a Kárpát-medencei magyarság himnuszait kutatom, a kutatásaim révén rájöttem, hogy nagyon kevés magyar művész foglalkozott a magyar himnusz, de a székely himnusz témájával is akár. Ezért a Józsa Judit Művészeti Alapítvány meghirdetett egy pályázatot, és természetesen meghívásos alapon is fölkértem művészeket szerte a Kárpát-medencéből, akiket arra kértem, hogy a magyar himnusz soraira írják, fessék, rajzolják, szőjék meg azt, amit a mai kortárs társadalomnak, a magyar társadalomnak üzenének a magyar himnusz soraival. És ennek a pályázatnak a folyománya az a gyönyörű kiállítás, ami közel 100 művésznek több mint 100 alkotását mutatja be most már, úgy, hogy a tavalyi évben ősszel a Józsa Judit Galériában Budapesten, a belváros szívében mutattuk be először hatalmas sikerrel, és ez a siker hozta azt magával, hogy úgy döntöttem, hogy ha a művészek beleegyeznek, akkor vándorkiállításra viszem el ezt a tárlatot, hogy mindenhol meg tudják nézni, és olvassák ezt a csodálatos üzenetet, ami a lelki tisztaságról, ugyanakkor a magyar összetartozásról és a keresztény hitünkről szól. Ez a kiállítás itt Szegeden csodálatosan sikerült. A második bemutatkozása volt Székesfehérváron, Spányi püspök úrnál, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, éppen ez év január-februárjában is. Onnan érkezett ide Szegedre, ebbe a csodálatos dóm látogatóközpontba, ahol az előcsarnokban és a belső tér a hosszanti hajó alsó részében végig ezek a csodálatos művek sorakoznak és varázsolják el az ide látogatót. Az volt a cél, hogy olyan magas kvalitású, magas színvonalú műalkotások szülessenek, amelyek méltók ehhez a témához. Éppen ezért elsősorban profi alkotóknak hirdettük meg, de akadt egy-két olyan kezdő, vagy éppen még a pályája elején lévő alkotóművész is, aki beküldte a munkáját, és mivel egészen magas színvonalú munka született, beválasztotta a zsűri ebbe a kiállításba. Úgyhogy nem zártuk ki a tehetségeket, hiszen a magyar himnusz témája és az összművészeti gondolkodás és a magyar örökség továbbvitele, tovább hagyományozása különösen jó dolog, ha a fiatal kezdőművészeknek a szívéhez is közel áll. Szerettük volna így is támogatni őket. Nemzeti imánk a magyar nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hősiesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülése. De mégis mit üzenhet napjainkban a magyar himnusz a Kárpát-medencei keresztény magyar kortárs alkotóművészek munkáin keresztül? Az üzenet az, hogy ma, akkor, amikor Európa szerte az értékrend fölborult, hogy a keresztény hit mint olyan válságba kerül, hogy a nemzeti értékek elsilányodnak, hogy nem fontosak más országokban, akkor azt gondolom, hogy ez a kiállítás és ezek a műtárgyak éppen az ellenkezőjét hirdetik. Azt hirdetik, hogy a Jóisten kegyelméből magyarnak születtünk. Tehát kötelességünk van, és ezért a földért, ezért az országért és a Kárpát-medencéért, testvéreinkért, hiszen a trianoni elszakítottságunk nem szakít el ma már. Átíveljük a testvéri szeretettel azokat a határokat, hiszen azok a testvéreink, különösen most, ha csak Kárpátaljára gondolunk, igenis nagyon nagy szükséget szenvednek. Tehát az imára szükség van, a kinyújtott, összekapaszkodó kezekre szükség van, de leginkább az együtt dobbanó szívekre van szükség. Nem sok nemzet mondhatja el magáról, hogy ennyi szentje lenne. A magyarság adta a legtöbb árpádházi szentet az egész világnak. Nekünk olyan példáink vannak, hogy van ahová visszanyúlnunk. Gondoljunk csak bele.
Szent István, felesége Boldog Gizella és Szent Imre, az a szent család, aki már a magyar kereszténység kezdetén ott volt nekünk, példát ad, van, amiben kapaszkodnunk. És akkor, amikor a himnusz sorait énekeljük, és átitatja a lelkünket, fölidéződik bennünk Szent István maga, és az az 1100 éves kultúra, aminek mi most itt az örökösei vagyunk. És remélem, hogy lesznek magyar ifjak és magyar gyermekek, akik ezt tovább viszik a jövőben. A kiállításon Serfűző Levente, oktatási püspöki helynök köszöntötte az összegyűlteket. Közben készültem ide, eszembe jutott gyerekkorom egyik visszatérő pillanata, emléke. Én magam Nagyváradon születtem, ott nőttem fel. 11 éves koromig, amikor titokban lehalkítva a tévét új évkor, vagy különös ünnepek alkalmával a himnuszt hallhattuk, akkor nem tudtam, vagy legalábbis akkor nem értettem, az egész család miért áll vigyázva, szülők, mi nagyszülőkkel együtt, és miért sírnak a szüleim. Ma már értem, hogy mi rejlik a sorok mögött. Hogy aki a himnuszt megénekli, mondjuk így megimádkozza, hiszen nemzeti imádságunk, az egész magyar történelmet imádkozza meg és énekli meg ugyanakkor, ugyanabban. Fellépett a megnyitón Szél Pál Szilveszter operaénekes is, akit Kerényi Marian kísért zongorán. A kiállítást hivatalosan a tárlat kurátora, Rózsa Judit nyitotta meg. Március 15-e estéjén Pesten a Nemzeti Színházban este Egressy Gábor elszavalta Petőfi Sándor nemzeti dalát, majd népdalokat énekeltek, és ezután játszották Erkel zenéje szerint Kölcsei himnuszát, Egressy Béni zenéje szerint Vörös Marti szózatát, végül a Rákóczi induló hangjai kíséretében hagyta el a közönség a színházat. Lelki szemeinkkel látjuk őket. Himnuszunk a magyar népet védte akkor is, és védi meg mi ma is, és mi is megvédtük a himnuszunkat. 1949-ben, gyakorlatilag 100 évvel később, a nemzeti címer lecseréltetése után Rákosi Mátyás és Révai József Íj és Gyulával új himnusz szöveget akart iratni, amit Kodály Zoltánnal kívánt megzenésítetni. Íj és ezt nem vállalta, Kodály pedig ezt mondta, idézem. Minek jó a régi? Nekünk már van egy igen szép és tisztességes himnuszunk, nincs szükség más himnuszra. Száradjon le a keze annak, aki hozzám eljönni a himnuszhoz. Eddig az idézem. A kurátor kiemelt néhány darabot az alkotások közül, azokat, amelyek valamilyen módon közel állnak a szívéhez. Olyan magas kvalitású művek ezek, és olyan változatos ez az anyag, hogy nehéz kiválasztani egyet.
Itt van egy csodálatos fafaragó felvidékről, Schmidt Róbert gyönyörű keresztje, ahol egy magyar család az új kenyeret ajánlja a Szent Korona révén az Istennek. Az egész magyar történelem vihara ott forrong ezen a kereszten. De hát sorolhatnám mondjuk azt a Homoki Gábor festőművész, aki Kárpátaljáról a mostani helyzetet festette meg, a jó és a rossz harcát Isten szeme alatt. Ő az a festőművész, aki nem tud velünk lenni, hiszen hatköteles korú, tehát nem tud itt lenni, hogy a kiállításon velünk együtt örvendjen. Tehát nehéz és tragikus pillanatok ezek, ugyanakkor lélekemelő is. Nem véletlenül mondogatom azt, hogy együtt kell dobbanjon a szívünk. De hát sorolhatnám Páncél Attila bácsinak ezt a gyönyörű, míves bőrmunkáját, igazi mestermunka. Vagy a Magyar Művészeti Akadémián az ösztöndíjas társaimnak az alkotásait, hiszen ők is megjelennek itt ebben a tárlatban. Népművészek, mint Madár Helga gyönyörű Miska kancsójával, vagy éppen édesapám Józse János korondi fazekas mester egy összetett magyar címeres gyönyörű angyalokkal, Isten áld meg a magyart és a szózat soraival. Tehát olyan alkotások ezek, amelyek önmagukért beszélnek. A festőművészekről nem is esett szó, Xantusz Géza, hát a szívem csücske valamennyit, Molnár János festőművész, vagy éppen Madarasi István szobrászművész, akinek egy rendkívül izgalmas tűzzel írt, mondjuk a kortárs ember keze írja azt a himnusz szöveget, amit ő ide álmodott, vagy éppen Rieger Tibornak a Madonnája. Tehát aki eljön és meglátogatja ezt a tárlatot, én úgy érzem, hogy megerősödik a hitében és a magyarságában. A tárlat néhány hónap múlva új helyszínen tekinthető meg egy másik városban. Isten kegyelméből olyan sikeresnek bizonyult ugye már Budapesten, a Józsa Judit Galériában és Székesfehérváron is, a Szent István Művelődési és Hitoktatási Központban, és remélem, hogy itt Szegeden is nagyon magas látogatottsági szám lesz, hogy már is meghívták Győrben, a Katolikus Egyház révén a nagyon szép és színvonalas Triangulum Galériába kerül majd a nyár folyamán, és a nyárnak az utolsó harmadában pedig a Siklosi Várban a gyönyörű megújítás, a Siklosi Vár kiállító tereibe kerül bemutatásra a tárlat, és szívből remélem, hogy ősszel még egy-egy helyszínre sor kerülhet, ez még szervezés alatt van. A kiállítás május 26-ig tekinthető meg a Szegedi Dom látogatóközpontban.